gáz a konyhában használatos fűszerekre is. Az első lépés az, hogy fogsz egy A4-es lapot, magad elé teszed, állítva. Aztán a leírtakban szerepel a kupak, veszel egy szépen egy kupakot a kezedbe, és leteszed körülbelül a lap közepére, megtámasztod a mutató ujjaddal, és szépen körbe rajzolod. Nem baj, hogyha nem tökéletes. Meg is van az első kis köröcskénk, ezt ki is javítom. A következő lépés ugyanezt a kupakot, a kör, megrajzolt kör fölé teszed, és ismét körbe rajzolod. Ezzel a technikával 4 ilyen kis kört fogunk rajzolni a kupak segítségével. Ezt megint mellé teszed a megrajzolt kör mellé, és körbe rajzolod. És így tovább. Tehát az a lényeg, hogy 4 ilyen kis körünk legyen a középső kör körül. Tehát már van 1, 2, 3, és jön a negyedik. A negyedik. Úgy. És most fogjuk még az ötödiket ide mellé rajzolni. Tehát, így. Eddig meg vagyunk. Ezután fogsz egy zöld víztollat, de lehet színes ceruza is, mert ugye ez egy ilyen kis virágforma. Húzunk szépen egy szárat a virágnak. Így mi. Ez lesz a második lépésünk. A következőben megfogjuk az egyik sárga kupakot, ezt fogjuk középre ragasztani. Ez lesz a virágnak a porzója. Tehát a középső kört beragasztózzuk. Majd a kupaknak a szélét picit vastagabban, hogy megragadjon. És beragasztjuk a középső körbe. És egy picit rányomjuk. Várni kell egy pár percet, amíg a ragasztó ugye megköt ti a műanyagot. Jó. Ezután fogjuk a rózsaszín kupakot, és ugyanígy tetszőleges kört beragasztózzuk a kupak szélét. És ráragasztjuk, picit rányomjuk. Itt most lehet sok ragasztót nyomni, ezt úgy szeretitek. Következő megint egy rózsaszín kupak. Beragasztózzuk a kört jó alaposan. A kis kupaknak a szélét. De arra vigyázz, hogyha folyékony ragasztód van, hogy ne folyjon le a kupakról, tehát ne folyjon szét. Jön a következő körünk. Azt is beragasztózzuk. Majd a kis kupakot. És már mindjárt kész is van a virágformánk. És már csak 2 üres körünk maradt. Azt is szépen beillesztjük a kör közepére. Így mi. És jön az utolsó, és már majdnem meg is van a virágformánk.
Jó. Ha ez megvan, akkor most megcsináljuk a leveleit. A leveleihez fogjuk használni a babérlevelet. A babérlevélnek a hátulját óvatosan, csak itt, tehát csak ezt a részt, az alját, nem az egész levelet, csak az alját ragasztózzuk be. Ezt is lehet jó alaposan, csak óvatosan, hogy el ne törjön. Aztán tetszőlegesen, ahova szeretnéd a levelet, teszem még egy ragasztócsíkot, és szépen ráragasztjuk a babérlevelet. Nem kell, hogy az egész ráragadjon, csak a töve, amit ugye be is ragasztóztunk. Jó? Aztán fogjuk a másik babérlevelet. Annak is az alját beragasztózzuk. És mondjuk ide menni. Húzunk egy csíkot. Egy ragasztócsíkot. És óvatosan beragasztózzuk. Picit rányomhatod. Ha nem ragad meg, akkor teszel még rá ragasztót. Eljutottunk, kész a virágunk. Következő lépésben rajzolunk felhőcskéket, nagyobb bárány felhőket, ezt már tanultuk együtt, mondjuk kettőt a virág fölé. Aztán rajzolunk egy kis füvecskét is. Csak ilyen hullámvonallal. Nem kell, hogy szabályos legyen. Rászórjuk a kókuszreszeléket. És lesz, ami majd le fog perenni, mert nem mindegyik ragad meg. Aztán, ha megvannak a bárány felhőcskéink, én most arra kevesebbet tettem, erre többet, és tudom, így volt kedvem. A következő pedig a fű lesz. A fűnél is, annál a résznél, ahol berajzoltuk, beragasztózzuk. Nem baj, hogy a virágnak a szára benne van. Ezt is jó alaposan. Hoppá. Fogjuk a kapjuk füvet, de hogyha nincs otthon, hanem van majoranna, morzsol, az is nagyon jó lesz, helyettesítheti. Ezt is én így ide rászórom, és ez lesz a kis füvecske a réten, dombon. Rászórom úgy, hogy a vonalat eltakarja. Megnyomkodjuk egy picit. Így. Picit a vonalhoz is szólunk. Addig, amíg beragasztóztuk. Ugye? És akkor a végén majd odamész a szemetes kukához, oda viszed szépen a kis elkészült munkát, és akkor szépen így belerázod, hogy az a része a fűszereknek, illetve a kókuszveszeléknek, ami nem ragadt meg, az oda szépen behújjon. Egyébként így lesz kész a mi kis művünk Kalánka néni segítségével. Legyetek ügyesek, jó munkát, sziasztok!